Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint, illetve ez két napra szól, május 12-ére és május 13-ára. Ha megtekintjük az energia mezőt, itt lesz mozgás, különösen ami a nap energiát illeti. A nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, és ha ezt észreveszed, akkor itt lesz mozgás, előre mennek az események, hiszen a nap a csara energia mezőben található. Ami viszont lassít valamit, ez a sztíra energia feld, és ebben az energia mezőben található Mars bolygó és egy visszatekintő Merkur bolygó. Ez lelassítja az eseményeket. Ez utalhat egy férfire, hiszen Mars bolygó a szimbolizálja a lelki társadat, és Merkur bolygó visszatekintő fékezi az eseményeket, de az is lehet, hogy itt egy kármikus kapcsolatról van szó, a múltról, és valaki gondol rád, visszatér hozzád. Dushvapana energia mező az azt jelenti, hogy alkalmazkodni kell a körülményekhez. Itt van Vénusz bolygó, ami ránk hölgyekre utal, tehát alkalmazkodjunk a környezethez, vagy figyeljünk oda arra, mit várnak el mások tőlünk. Itt van a hold, ami kihat az érzelmekre, nem csak nálunk hölgyeknél, hanem a férfiaknál is. A hold a szűz jegyében van, az indiai számítás szerint a haszta holdházban. Ez lefordítva kezet jelent, és azt közli velünk, hogy vegyük kezünkbe a dolgokat. Figyeljünk oda arra, ami jelenleg fontos számunkra. Ha feltekintünk az égre, akkor itt van egy ilyen tavaszi háromszög. Ez látható most. És ebben a tavaszi háromszögben van három csillag. Regulus, az oroszlán jegyéből, Arctur, az a medve őrzésnek a jele, hiszen őrzi a kismedvét, meg a nagymedvét, ebben a csillagképben van, és a harmadik csillag Spica a szűz jegyéből. Spica kihat a mai hold mozgásra is, hiszen Spica az a szűz jegyében van, ugyanúgy, mint a hold, és azt jelenti, ha most valamit indítunk, ez termést hoz, itt kivirágzik valami. Ami Regulus csillagot illeti, ez az uralkodóknak a csillaga, amit még jelent, az a szívünk. Tehát így szív dolgokról van szó. Ez lehet a szerelem, vagy mindaz, amit kedvelünk. Arctur az óv bennünket, és Spica csillag segít abban, hogy ha most valamit indítunk, az megvalósul. A nap az indiai számítás szerint a kós jegyében van, és két jóga hat a napra. Az egyik a Visi jóga. Ebben a Visi jógában van Jupiter bolygó és Vénusz bolygó, ez adja az impulzust a napnak. Vénusz bolygónál rólunk hölgyekről van szó, vagy a szerelemről, esetleg egy kreatív tevékenységről. És Jupiter bolygó adja a szerencsét, a lehetőségeket. Tehát ez az impulzus, hogy itt, amit mi elképzelünk, különösen ami a szerelmet illeti, vagy egy kreatív tevékenységet, itt látható lesz most valami. A Visi jóga azt jelenti, hogy lehet ezt megvalósítani, tehát utal a jövőre. Itt ebben a Visi jógában a nap és egy visszatekintő Merkur bolygó van. Tehát lesznek itt találkozások, beszélgetések,
De azért nem szabad elfelejteni azt, hogy ez a visszatekintés így fékezi még a dolgokat, kell egy kis türelem. De az a jó, hogy ez utal a jövőre, és itt lesz egy szerződés, találkozások, és lesznek beszélgetések. Ennél a visszatekintő mozgásnál az is lehet, hogy itt kármikus témákról van szó, a múltról, vagy valaki gondol rád, keresni fogja veled a kapcsolatot. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!